Január 19-én szombaton immár a 10. alkalommal rendezték meg a Városnapot Tiszafüreden, amelynek kiemelkedő eseménye az idén is az ünnepi önkormányzati ülés volt. A szokásos napirendek között ezúttal testvérvárosi szerződés aláírására is sor került, majd a település életében kiemelkedő munkát végző polgárok és civil közösségek méltatása és kitüntetése következett. Az ünnepi ülés vendégeként köszöntötték a lengyelországi Plongszváros delegációját, a megyei vezetés képviseletében jelenlévő Kovács Sándort, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnökét és Reincné dr. Bezdán Edit főjegyzőt. Felkérem Kovács Sándor urat, tartsa meg ünnepi köszöntőjét. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt lengyel barátaim, tisztelt képviselőtestület, díszpolgárok és kedves tiszafüredi barátaim. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezen a szép jeles napon engem kértek meg, hogy köszönhessem önöket, Tiszafüred városát, a tiszafüredi embereket. Mindenképpen azért megtiszteltetés, hiszen engem ezer szál köt ide Tiszafüredre. Ehhez a nagyon szép, mondhatjuk Magyarország egyik legszebb városához. Hiszen amikor itt bejöttem ebbe a terembe, rengeteg régi, jó ismerőssel találkoztam. Volt jelenlegi iskolai igazgatókkal, volt jelenlegi önkormányzati képviselőkkel, és hát tiszafüredi barátokkal. A megyei közgyűlés elnökének üdvözlő szavai után dr. Beranek László tanácsos üdvözölte a lengyel vendégeket, mint kifejtette a testvérvárosi kapcsolatok kiépítésével, az erről szóló szerződés aláírásával régi elképzelésük válik valóra. A lengyel delegáció részéről a polgármester szólt a kapcsolatban rejlő lehetőségről, majd a testvérvárosi okmányok aláírása következett. A városnak mindig a városért kiemelkedő munkát végzők elismerése is. Díszpolgári címmel tüntették ki Varga Gábor klarinétművészt, posztumusz díszpolgári kitüntetésben részesült Hodosi Kovács György földbirtokos, a város egykori főbírája. Tiszafüredért kitüntetést vehetett át dr. Hámori József fogásszakorvos, a Harmónia kamarakórus, Tiszafüred kultúrájáért kitüntetést vehetett át Jáki Csaba és Jáki Csabáni, a város sportjáért kitüntető díjat pedig Márton Ferencnek adományozták. Ezt követően számos jó tanuló, jó sportoló elismerést osztottak ki és díjazták a legjobb sportteljesítményeket is. Kovács Sándor köszöntőjében méltatta a város értékeit, de emlékeztetett azokra a problémákra, amelyek az 1980-as évek végétől egyre érezhetőbbek lettek a településen. A turizmus fejlődött ugyan, mondta, de az ipar, amely valaha több ezer embernek adott munkát, mára visszafejlődött. Előrelépés pedig nem látszik, és hát, mint mondta, nagyon nehéz az emlékekből élni. Igen, a beszédetem azzal kezdtem, hogy nagyon sok emlék, nosztalgikus emlék fűz Tiszafüredhez, hiszen Magyarország egyik legszebb és legjobb adottságú települése, és mindig jól esik akár télen, akár, de főleg nyáron idejönni Tiszafüredre. És egy kis szomorúsággal töltött el, hiszen Tiszafüred mindig az örök ígéret, örök tehetség, hiszen olyan jó adottsága van turizmusban, kultúrában, szorgalmasak az emberek, szorgalmasak az itt lakók, tehetségesek, és még mindig nem hozza Tiszafüred azt, aminek ebből ki kellene jönni. Az emberek tehetségéből, szorgalmából, tenni akarásából, és Tiszafüred kitűnő adottságából, hiszen turisztikailag a legjobb helyen van. A Tiszató, a Hortobágy, a Mátra közelsége mind adott ahhoz, hogy Tiszafüred fejlődni tudjon. A gazdaság szempontjából is nagyon jó helyen van, hiszen nem messze van innen a hármas autópálya, vasúti összeköttetés, komoly ipari hagyományokkal rendelkezik, de mindig az az érzése az embernek, hogy Tiszafüred nem hozza azt, amit Tiszafürednek hozni kellene ezekből az adottságokból. Én azt látom, Tiszafüred jelene nem olyan, mint amilyennek a jövőjének kell lenni. Én a beszédemben kihangsúlyoztam azt, hogy úgy látom, hogy a tiszafürediek közül néhányan rájöttek arra, hogy ez így nem mehet tovább. Sarkukra kell állni,
segítséget kell kérni azoktól, akik segíteni tudnak. Például a megyei önkormányzat. Mi abban gondolkozunk, hogy Tiszafürednek nem csak a turizmus kell fejleszteni, hanem az ipart is. A megyei közgyűlés a megye keleti részének iparosításában gondolkodik, és erre 2014-ben újabb lehetőségek teremtődnek meg. Ezt kínálják fel a hasonlóan gondolkodó helyi erők. Mindenképpen a megye fejlesztési programjába, gazdaságfejlesztési programjába, mert 2014-től indul ez az Európai Uniós gazdasági ciklus, 2014-20-as ciklus, mindenképpen beletettük azt, hogy a megye keleti felére újraiparosítás szükséges. Tehát különböző a megye, a Jászságban nagyon fejlett ipar van, nagyon jó a gazdasági helyzet, Szolnok környékén is, de valahogy ez a megye keleti felében igazából csak leépüléshez vezetett. Tehát most állami segítséggel, uniós segítséggel és a megye segítségével mindenképpen ösztönözni kell arra a munkahelyteremtőket, az ipari beruházásokat, hogy erre a térségbe jöjjenek. Hiszen, mint ahogy már említettem, Tiszafürednek nagyon komoly ipari múltja van, hiszen nem kell említeni, a fürediek tudják, környékbeliek is tudják, hogy a hajógyár, az alumíniumgyár, az egész környékről vonzotta ide a szakembereket, a munkásokat, és igazából erre van mit építeni. A városi önkormányzat néhány hete belső problémákkal küszködik, a megye főjegyzője ezek megoldása érdekében helyettesít jelenleg Tiszafüreden. Először is üdvözlöm a nézőközönséget. Hát ez egy érdekes kérdés, amit feltett számomra. Kicsit más és eltérő a többi településtől. Talán azért is, mert ugye hiányoznak a második frontos vezetők a településen, gondolok itt az alpolgármesterre és az aljegyzőre. Emiatt van az, hogy ugye jelenleg én itt helyettesítek, és sajnos azt kell tapasztalnom, hogy egyelőre ugye a kötelezettségvállalás hiánya pont ezekre az okokra visszavezetve kicsit megnehezítette a munkánkat. Igyekszünk ezt a dolgot áthidalni, és megoldani azokat a problémákat, amik közvetlenül a lakosságot érintik. Gondolok itt például a közmunkabér kifizetésére, amit sikeresen találtunk egy olyan törvényes megoldást, ami alapján a munkások meg tudták kapni a bérüket. Hát úgy gondolom, hogy azért lehet normalizálni a helyzetet, attól eltérően, hogy általában a törvények egy általános szabályozást adnak, illetve egy általános helyzetre vonatkozó szabályozást adnak, ami ugye a normálistól nem eltérő, itt viszont sajnos olyan helyzet alakult ki, amire a törvényi szabályozások sem minden esetben nyújtanak megfelelő megoldást. A végleges megoldás kidolgozásához még időre lesz szükség, mondja a szakember. Hát ez attól függ, hogy melyik megoldási változat lesz a végén elfogadva, de én úgy gondolom, hogy azért ez egy-két héten belül mindenképpen meg fog oldódni. A városnapon azonban háttérben maradtak a gondok. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jól megszervezett és nagyon jól megrendezésre került ünnepségen vehetett részt úgy a város lakossága, mint a meghívott lengyel és egyéb vendégek. Én is többek között nagyon jól éreztem magam, és nagyon színvonalasnak találtam, amihez csak gratulálni tudok a szervezőknek.